Szervusztok, sziasztok srácok! Szerintem már mindenki várta az első teória videó chapter 4-re, hiszen mindenki kíváncsi a történetre, hogy igazából mi is a véleményem az eventről, illetve mi a véleményem a chapter 4 történetéről. Úgyhogy srácok, ebben a mai videóban át fogjuk beszélni, hogy mi is történt a Fracture eventen, mi is volt a véleményem, mit láttunk, illetve mire lehet számítani most chapter 4-ben. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghost Rider, ezt az item shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod! Szóval, a Fortnite Fracture Event, nagyon-nagyon sokan csalódtak benne, hiszen nem volt benne lövöldözés, látványos dolgok, csak is olyan volt, mint egy kreatív sziget, szóval különféle feladatokat, dolgokat kellett csinálni. Na de elmondom, hogy én szerintem mi volt ezzel az egésszel a probléma. Maga az egész event egy cinematikkal kezdődött, ahol a looperek harcoltak ugye Herald ellen, viszont elbuktak, Herald győzedelmeskedett és felrobbant a sziget. És szerintem az Epic Games itt hibázott, hiszen az lett volna jó, hogyha az event úgy kezdődik, hogy interaktívan lövöldözhettük volna Heraldot, különféle krom szörnyeket, vagy legalábbis megpróbálhattunk volna harcolni a szigetért, de ezt az egészet egy cinematikban csinálták meg. Szerintem az a 2-3 perc lövöldözés nem okozott volna nagy problémát a cégnek, hiszen simán meg tudták volna csinálni. És ez az egész cinematikban történt meg, és konkrétan 2 perc alatt felrobbant az egész chapter 2-es, chapter 3-as sziget. Igazából szerintem tök jó, hogy felrobbant a sziget, hiszen lezártak egy korszakot, csak szerintem nem így kellett volna megoldani. Majd ezután érkezett ez a kreatív rész, ahol a Zero Pointot kellett táplálni különféle Zero Point fragmenttel, Zero Point darabokkal, ugye, hogy felélesszük és újraépítse a Chapter 4-es szigetet. És itt kezdődött el a probléma, hiszen nagyon sokan azt sem tudták, mit kell csinálni, és igazából nagyon jó volt a gondolat, az egész, hogy végre láthattuk, hogy egy Zero Point hogyan hoz létre egy szigetet, hogyan keletkezett a Chapter 1, Chapter 2-es és Chapter 3-as sziget, viszont maga a megvalósítás nem volt az igazi. Most pedig térjünk rá a teória részére. Mi is van Heraldal? Heraldot ugye Chapter 3 Season 3-ban láthattuk először, és annyit lehet tudni róla, hogy az utolsó valósághoz tartozik, és egy hírnök, szóval a veszélyt, a rossz híreket közli. Viszont ami történt vele az event során, az nagyon érdekes, hiszen úgymond feláldozta magát, és felrobbantotta a szigetet. A cinematikban is látszódik, hogy ő is meglepődik rajta, hogy konkrétan Chroma változik és meghal a robbanásban. Szerintem erre a magyarázat az az, hogy mivel ő egy hírnök volt az utolsó valóságnak, olyan volt, mint egy bomba konkrétan, hogy az utolsó valóság elküldte a szigetre, hogy felrobbantsa magát, csak ezt ő nem tudta. Ezáltal az utolsó valóságnak a terve sikerült, meggyengítették a Zero Pointot, és nagyon sok mindenkit elpusztítottak. Köztük a Seven-t is. Ugyanis a Seven tagok közül sokan meghaltak, hiszen Origin-t, Visitort, Scientist-et elnyelte a Chrome még a cinematikban Season 4-ben. És mivel most a Chapter 4-es szigeten nem lehet találni Chrome-ot, így ezáltal szerintem tényleg megsemmisültek, hiszen Chrome-mal változtak és nincsen Chrome. Imagined-ről tudjuk, hogy meghalt, hiszen a Zero War képregényben beleugrott a Zero Pointba a Genoval együtt, ezáltal megsemmisült. Egyelőre Foundationről, illetve Orderről nem tudunk semmit, hiszen eltűntek, nem tudjuk, hogy élnek-e vagy meghaltak-e. Foundation talán lehet, hogy tényleg meghalt, hiszen a sisakját meg lehetett találni, de meg lehet, hogy túlélte, hiszen a cinematikban nem volt benne. Paradigm pedig nagyon érdekes, hiszen ott volt a cinematikban, úgy tűnik, mintha minden rendben lenne, viszont meg lehet, hogy visszavonult, és nem lesz már benne a történetben. Ugyanis a Chapter 4 szigetépítő cinematikban azt mondta, hogy ez mostantól a mi harcunk, és olyan, mintha nem akarna részt venni most már benne, úgyhogy meg lehet, hogy most láttuk őt utoljára. Viszont ha ez így van, akkor valószínűleg egyik Seven tagot sem fogjuk mostantól látni, ami eléggé durva, kíváncsi leszek, hogy mostantól merre fog haladni a történet. És mi a helyzet a Nothing-gal? Hiszen nem láttuk, nem került elő, nem történt vele semmi. Most az a véleményem erről, hogy meg lehet, hogy a Nothing az tényleg nem egy karakter, személy, hanem maga a semmiség esemény. Herald nem hazudott, elhozta nekünk a Nothingot, a semmit, hiszen amikor felrobbant a Fortnite szigete, akkor konkrétan nem volt semmi sehol, fekete űr volt. Ezt ugye meg is tapasztalhattuk az event során, hiszen a semmiben lebegtünk,
És ez a durva, hogy a Nothing az már nem először jött el, hiszen amikor feketejük event volt, akkor is ugyanezt történt meg. Csak ugye még chapter 1 legvégén nem tudták azt megoldani, hogy hogyan működjön a Zero Point, hogy ugye újraépíti így az egész szigetet, és úgy látszik, hogy még amikor feketejük event volt chapter 1 végén, chapter 2 elején, akkor a chapter 2-es, chapter 3-as sziget valahogy ugyanígy született meg, hogy a Zero Point szépen összepakolta magának. Szóval, mint mondtam, ilyen szempontból jó volt ez az event, hogy legalább láttuk, hogy a Zero Point Fusion hogyan is működik, úgyhogy ha a Zero Point úgymond megsemmisül, vagy valami történik, akkor mindig tud új szigetet építeni. Viszont ebből az derült ki, hogy a szigetet soha nem lehet elpusztítani. Viszont az az érdekes, hogy hiába robbant fel a sziget, a loop nem szűnt meg, a szigeten ugyanúgy van loop rendszer, szóval nem változott semmit, a looperek nem tudnak még mindig megszökni. Szóval a történet ugyanúgy folytatódik, de mostantól a Seven nélkül. Viszont egy nagy kérdés, a Seven során merre volt Jones, illetve Magdes? Jones az egyáltalán nem bukkant fel az eventben, nem beszélt, nem volt sehol sem, viszont amikor várakoztunk a Chapter 4-es szigetre, akkor ugye ott volt a skinünk, és mellette valaki ült a fotelban. Ugyanis ha jobban megfigyeljük a lábait, akkor ez egy börtönruhás Jones, ugyanis ott vannak ugye a bilincsek a lábán, illetve még a bakancsa is egyezik. Szóval úgy látszik, hogy egy kis ízelítő volt abból, hogy Jones még vissza fog térni chapter 4-be, de valahogy nem volt ott az evente, nem tudom mi történhetett vele, annyi biztos, hogy a fotelból nézte ő is a chapter 4 sziget építését. Szóval, ha Seven nem is lesz, de legalább Jones visszatér. Most pedig egy kicsikét látogassunk el a chapter 4-es szigetre, hiszen nagyon sok érdekesség van, ami későbbiekben fontos lehet. Először is a Heraldnak a fáját meg lehet találni a szigeten, de szerintem ezt sokan megtaláltátok már, viszont az a pletyka, az a teória járja, hogy Herald nem halt meg, hanem megszökött a fából. Ugyanis a fa hátulján egy hatalmas lyuk látható, meg lehet, hogy valahogyan krómá változott, és meg tudott szökni. Vagy ez is lehet, hogy tényleg meghalt, csak a játékosok agyát húzza direkt az Epic Games, és maga az az érdekes, hogy ha itt állunk a fánál, nagyon ijesztő hangokat lehet hallani. Olyan egy kicsikét, mintha valaki lélegezne. Akármi is lesz, az utolsó valóság még vissza fog térni. A Chapter 3-as Fortress-t is meg lehet találni a szigeten, ugye ez volt Dr. Stone-nak a hatalmas fúrója, és ez is ide került valahogy a szigetre. A dokumentumokból kiderült, hogy még Stone lehet, hogy visszatér, nem tudom, hogy snapshotként vagy az eredeti Stone visszatér-e, de inkább úgy mondanám, hogy Dr. Stone visszatér snapshotként. És most srácok, megmutatom nektek, hogy a Zero Point jelenleg hol található meg. A Zero Point most is természetesen a víz alatt van, viszont most már föld van rajta, szóval nem lehet látni, viszont a Zero Point hangját lehet hallani. Ez srácok 100% hogy a Zero Pointnak a hangja, illetve az event során is lehetett látni, hogy a Zero Point a helyére kerül. És mi a helyzet ezzel a királysággal, illetve ezzel a fiatal Genoval? Jogos a felvetés, hogy a karakternek, skinnek miért nem Geno a neve, és miért kortalan a neve, vagyis egy olyan személy, aki nem idősödik, nem öregszik, és halhatatlan. Aki már olvasta a Zero háború képregényt, az már láthatta Genót is, és ugye Genóról annyit lehet tudni, hogy ő a tökéletesség, ő meg akarja teremteni a tökéletes civilizációt. Viszont a mostani Battle Pass-es Geno egyáltalán nem hasonlít a képregényben látható Genóval, és erre a magyarázat nagyon egyszerű. A képregényből kiderült, hogy Geno halhatatlan, ezáltal nem lehet megölni, elpusztítani, és nem öregszik. A képregényből ugye kiderült, hogy Geno nagyon erős, nem öregszik, szinte halhatatlan, és az is kiderült, hogy az a célja, hogy a Zero Point segítségével létrehozza a tökéletes civilizációt az Imagined Orderrel együtt. Szóval ő építette, ő alkotta meg az egész ágyót.
És ez a Battle Pass-ben lévő Geno, ez nem az eredeti Geno, hanem szimplán egy snapshotja az eredetinek. Akinek jó a szeme, az már kiszűrhette, hogy a skinnek a leírása az az, hogy ez a snapshot maradt meg, hogy uralja az egész birodalmat. Szóval ez az Aegelus, ez nem más, mint egy fiatal Geno, az egyik Geno snapshotból, aki egy ilyen királyságot akar majd megépíteni, viszont azt nem tudjuk, hogy ez a fiatal Geno tudja-e, hogy ő egy snapshot, vagy konkrétan azt sem tudja, hogy ő kicsoda. A páncéljuk egyáltalán nem hasonlít, viszont a páncélon lévő logó az pontosan megegyezik, így 100% hogy ő Geno, csak egy fiatalabb snapshot. Viszont nem ez az egyetlen Geno snapshot, hiszen mivel több ezer éves Geno, így valószínűleg több száz, több ezer snapshot készületett belőle, ugye amikor meg akarta alkotni a tökéletes civilizációt, így ezáltal lehet, hogy ebből mindig egy snapshot készült, amikor próbálkozott. Mondok egy példát. Ha jól megfigyelitek a mostani fiatal Genót, akkor ugye van egy fehér hajtincse, és ha visszaemlékeztek arra a képre, amikor Dr. Stone felvették az ájóhoz, egy ugyanilyen fehér tincsű, öltönyös úriember állt mellette, és ugye mondtuk is rá, hogy Geno, és most már biztos vagyok benne, hogy ő is Geno volt, de meg lehet, hogy ő is egy snapshot volt. Szóval igazából Geno, aki dolgozott az ájónál, egy külön snapshot volt, egy öltönyös snapshot, és így vert át Dr. Stone-t, hiszen szerintem Dr. Stone azt sem tudta, hogy Geno igazából pontosan kicsoda. Szóval ez a mostani fiatal Geno biztos vagyok benne, hogy fontos lesz a történet szempontjából, hiszen meg lehet, hogy az eredeti igazi Geno azt sem tudja, hogy a snapshotja ide került a Fortnite szigetére a Zero Point-hoz, és meg lehet, hogy valahogy a looperek, illetve Jones befolyásolja majd a fiatal Geno-t, és meg lehet, hogy a saját maga ellen fog fordulni az eredeti ellen. Vagy az is lehet, hogy tudja magáról, hogy snapshot, és majd őt is le kell győzni, egyáltalán nem tudom, mi fog történni, az is lehet, hogy ebben a chapterben egy snapshot háború fog történni. Hát srácok, mára ennyi történetet, érdekességet tudtam nektek hozni, de 100%-ban biztos vagyok, hogy ez a videó teóriázás még folytatódni fog, hiszen még nagyon sok mindenről nem beszéltünk, mint például a valóság harcosokról, vagy a gonosz Amy-ről. Majd ez pedig végre előkerülhetne már, hiszen még mindig nem került elő, nem tudunk róla semmit, pedig Donald Mustard is nagyon utalgatott rá, hogy visszatér, meg ugye a leakek is arra mutogattak, viszont még mindig nincs bent, nehogy a végén kiderüljön, hogy Majd ez is egy Geno snapshot. Viszont srácok, mára mentem, köszi, hogy megnéztétek a mai videómat, én Kurszín Reder voltam, sziasztok!